Ez az egész egy nagy rakás szar. Carmela! Egyrészt úgy érzem, hogy a gyerekeimnek nem kéne megtudniuk az igazat a nagyanyjukról. Másrészt az jár a fejemben, hogy ezzel milyen példát mutatok. Csak mosolygok, hallgatok és rágcsálnivalót kínálgatok. Közben mind tudjuk, hogy az anyósom szörnyeteg volt. Egyfolytában gonoszkodott mindenkivel. Hallgass el, kislányom! Ez itt az én házam. Elmegyek. Hogy beszélni? Élek, jó! Azt csinálok, amit akarok. Mit képzelsz te magadról? Ne organizálj minket! Éveken át szenvedtünk ettől az asszonytól, nem? Elhidegültünk miatta a lányunktól. Isten tudja, hány karácsonyunkat tette tönkre. Megszámolni sem tudnám. Jó. Nem tetszik az igazság? Leszarom! Te erőszakoskodtál. Úgy van. Még a sírból is visszanyúl. Nem akart gyászszertartást. És ti, a gyerekei, semmibe vettétek az óhaját. Amíg élt, addig persze sosem tettetek ilyet. Nem akart rendes temetést. Nem akart semmiféle búcsúztatást. Miért? Mert félt, hogy senki sem jön el. Az unokáinak sem írt az életéről, mert tudta, hogy eszük ágában sem lesz elolvasni. Tudta, hogy nem szeretjük. Oda át az ebédlőben. Elfogyaszthatják az édességet. Parancsoljanak. Mindent a Vezúvióból hozattunk.